nyilvánvaló, hogy ki fog állni, az adófizetők fogják állni jelen pillanatban. A Hungária értékpapír a legkisebb tétel, itt egy ilyen 10-15 milliárd forint körüli összegről van szó. A Budakesnél az MNB elnök utolsó nyilatkozata szerint 96 milliárd forint a becsült kár. A Questornál még kevesebbet tudunk, annyit tudunk, hogy volt ugye 70 milliárd forint engedélyezett kötvénykibocsátás, és ezen felül még 150 milliárd forint, tehát ez összesen 220 milliárd forint. Ha ezeket összeadjuk, ez 300 milliárd forint, ez a költségvetés főszegének durván az 1%-at. A Svájci Nemzeti Bank feladta az 1,20-as svájci frank euró keresztárfolyam védelmét. A svájci frank és az euró pariba került egymással, tehát 1 euróért 1 svájci frankot kellett adni. Ez irtozatos pénzügyi mozgásokat váltott ki a piacon. Nagyon sok opció, ami egy vételi jog vagy eladási jogot jelent, lehívásra került ebben a pillanatban. És itt irtozatos bukások történtek. Az én privát véleményem az, hogy a Budakes is ezen, mint cég is igen nagyot bukott. Valószínűleg egy része a pénznek az elveszett, a másik részét meg ellopták. Megpróbáltuk kinyomozni, hogy hogy került a Hungária fotra. Nagyon érdekes módon nem sikerült. 2500 millió forintunk lett befektetve a Hungária értékpapír ZRT-nél portfólió kezelési megállapodás keretében. A mérsékelt kockázatú portfólió kezelési szerződés az a hütlen kezelés minősített eset. Egyszerűen semmilyen értelme nincsen annak, hogy önkormányzatok befektetési szolgáltatóknál bármiféle eszközt tartsanak, azon egyszerűbbből, mert ez egy már önmagában is kockázatos, hiszen a befektetési szolgáltató ez egy korlátozott tőkével bíró szervezet. A kereskedelmi bank ennél jobb fokozat, de a legjobb Magyarországon az államkincstár. Az ember vagy azt elfogadja, hogy itt a nagyon ügyetlen és nagyon tudatlan emberek országában élünk, vagy a véletlenek országában élünk, vagy pedig mégis van valamilyen összefüggés a dolgok között. Magyarországon szelektíven működik az állam, és szelektíven zajlik a jogszabályoknak a betartása. Azért nagy baj ez az átláthatatlanság, mert nehezen tudunk minden egyes lépésre bizonyítékot találni, és egészen pontosan ugye nem tudjuk, hogy merre mennek a pénzek. Ifjú koromban olvastam egy könyvet, az volt a cím, hogy a kőbaltás ember. A felügyelet az nagyjából ezen a szinten áll jelenleg. Van olyan szenárió, ami azt mondja, és én el tudom képzelni a helyzet ismeretében, hogy egyszerűen nem tudták, hogy mennyire rosszat csinálják, nem tudták, mennyire rosszul csinálják. Az embernek az a benyomása, hogy ugye mégiscsak arról szólnak ezek az ünnetek, hogy hogyan lehet a közpénzből magánpénzeket csinálni. A cégek, amelyikek érintettek, nem voltak tagjai ennek a biztosítási konstrukciónak, nem voltak tagjai a bevának. Következésképpen az ő ügyfeleiket ez a biztosítási alap, ez a befektetővédelmi alap nem fogja kártalanítani. Ezért dönthetett úgy esetleg a állam, hogy majd akkor ő kártalanítja. Megzsalották a bevált, ugyanis ezek a kötvények, amikről beszélünk, ezeknek a kibocsátási tájékoztatóra explicite rá volt írva, hogy nem beva garantált fokozottan kockázatos valami. A bevának le kellett mondani testületileg, és nem belemenni ebbe a disznóságba, hogy 30 millió forintot osztogatunk olyan papírért, ami nem is volt, és amikor volt, akkor ilyen Z-kategóriás bónusz valami. Tehát itt a kártalanításnak a jogalapja is rossz, az összege pedig, hogy miért ötször annyi, mint a többinek, ez semmivel nem magyarázható. A kormány azért találta azt ki, mert 32 ezer károsult van, és féltek attól, hogy ezek az emberek oda mennek a parlamentre, és ott a belőle is mennek az ajtó. Választók egy jelentős része elkezdi nagyon nem szeretni a Fidesz, ebben döntő jelentősége van a legkülönbözőbb korrupciós ügyeknek, tehát hogy ezek lopnak, ez egy ilyen evidenciává válik. Elsősorban Fóton én azt érzékelem, hogy még csak nem is azért verik az asztalt az emberek, hogy biztos te hasznosultál belőle, hanem azért, hogy lehetett ilyen anyagul bánni a város pénzével. A hangulatültésért különben olyan valószínűleg itt az is szeretnék játszik, hogy a lehin a hangulatnak, hogy talán kevésbé fogja érdekelni akár a médiát, akár bárki mást, hogy egészen pontosan mi történt a háttérben, és akkor ha ezt a dolgot el lehet ugyanúgy úsztatni, mint hogy sok korábbi időt el lehet úsztatni. 300 milliárd forintot? Igen. Hát, igen. Igen, igen.